Köszönjük szépen, Sándor! Természetesen szolidaritást vállalunk az őrség sztrájkával is, és mindenképpen meg fogjuk látogatni. Ajánlom figyelmetekbe, figyeljétek azt, amit kiírunk, megosztunk, hol fog Sanyi sztrájkolni, menjünk itt, és őt is támogassuk. Itt nálunk több mint 150 ember fordult meg az egy hét alatt, csupán akiket regisztráltunk, és mi van akkor, hogyha még nagyon sok ember, akit nem regisztráltunk, vagy ő nem szerette volna. Radikalizálódunk, mondta ezt el Tatár Józsi is, Fodor Sanyi is, és rajtam pedig azt hiszem látjátok, egyre keményebben lépünk fel, és én nem ígérem, hogy ez változni fog. Ez csak akkor változhat meg, ha végre jogállamban élünk, ha végre lesz mindenkinek mit enni, ha nem veszünk már el több embertől házat, azért, hogy kiszolgáljunk egy mocskos pénzhatalmat, és csak akkor fog változni, ha mindenki be tudja fűteni a lakását. Magyarország mindenre képes. Magyarországnak hatalmas termálvíz készlete van. Nem lenne szükségünk idegen gázra, mert nekünk van gázunk. El tudnánk magunkat ebből is látni, ha nem vették volna el tőlünk. De nem úgy vették el, hogy hadat üzentek, és gyertek magyarok, harcoljunk meg érte, hanem árulók, akik magyarnak vallották magukat, eladták a kincseinket. Hát ezt nem hagyjuk, és készüljön fel mindenki arra, hogy egyre keményebb fellépésünk lesz. Nem lehet már polpocsosködni. Azt megteszik ezek a hazárulók. Mi keményebb fogunk fellépni. Én köszönöm a rendőrség munkáját, mind az egyeztetések során, mind pedig a mai napon a biztosítást. Szükség lesz még ilyesmire. Szükség lesz arra, hogy együttműködjünk. Szükség lesz arra, hogy Magyarország érdekét együtt képviseljük. Nyilván minden szakmában vannak kótlevek. Van olyan pék, aki nem jó kenyeret süt. És van olyan szerelő is, aki nem jól szerel. Nyilván van olyan rendőr is, aki nem jól őrzi a rendet. Ezek ellen léptünk fel. Ha brutális volt, vagy nem jogszerű, akkor éljünk feljelentéssel, rögzítsük, van a médiánk. Éljünk ezzel a lehetőséggel is. Hívjuk meg a médiát minden akciónkra. És higgyétek el, onnantól már másképp fognak ők is hozzáállni, vagy ha nem, akkor átöltöznek. Köszönöm szépen azoknak, akik jogszerűen járnak el, köszönöm szépen azoknak, akik tudják, mi a dolguk, és ezt szívvel lélekkel teszik. Mi ígérjük, hogy mi is ezt fogjuk tenni, szívvel lélekkel, önökért is, hogy egy rendőr megbecsült polgár legyen, keressen annyi pénzt, hogy el tudja tartani a családját, keressen annyi pénzt, hogy ne legyen szükség arra az 5000-esre, amit elvesz a gyorshajtásnál és zsebre tesz. Mi azt szeretnénk, hogy ebben az országban emelt fővel élhessünk mindannyian, belenézhessünk egymás szemébe, ne kelljen mutizni. Ennek itt véget vetünk. És mielőtt bezárnánk, igen, majd lesz. Mielőtt bezárnánk a tervezett akciókról. Ugye már tudjuk, hogy Sanyi részét sztrájkolni fog, meg még rengeteg akciót terveznek mások, de én azt mondom el, amit én tervezek. 30-án, ez jövő hét kedden van, ha még jól emlékszem itt a napokra, kicsit itt összefolytak. Egy olyan akciót tervezek, ami titkos. Viszont kérek hozzá olyan embereket, akik elég tökösek. Az a kérésem, hogy írjatok rám privátban. Kedden fogunk Budapesten találkozni egy helyszínen, ezt megírom nektek, és ott fogom elmondani. Úgy gondolom, hogy jogállamban ezért az akcióért nem kell előállítani senkit. Jogállamban ez elfogadható lesz. Kedden ki fog derülni, hogy jogállam-e. Ha 20-an jelentkeztek, akkor megcsináljuk. 20, fél 10-kor valahol Budapesten. Megbeszéljük, viszonylag gyorsan megcsináljuk, aztán majd ott megbeszéljük, hogy hogyan tovább. 20 ember. Nem kell millióknak az utcán lenni. Itt sem voltunk millióan. Azt hagyjuk meg a Fityesznek, hogy csak akkor hallhatják a hangukat, ha 1 millió embert lefizetnek és kivisznek az utcára. Mi nem fizetünk le senkit. Ide az emberek hoztak értékeket.
segítséget, támogatást. Tehát 30-án, 9:30, Budapest várom privátban, aki úgy gondolja, hogy jönne. És ott fogom majd megírni, hogy hol találkozunk. Olyan írjon, aki tényleg ott lesz. És nem retten meg attól, hogy mondjuk csinálunk valami olyat, amivel megint oda csapunk. Mert így van, oda csapunk. Keményen, úgyhogy fájjon. Következő, amit tervezek, 3 vagy 4 héten belül, egy ugyanilyen éhségsztrájk a közjegyzői kamara épülete előtt. És utána remélhetőleg sokkal nagyobb létszámmal egy demonstráció ugyanott. Ami ha annyival leszünk, akkor majd meglátjátok, hogy mivé fajulhat. Ugyanis a közjegyzők a legnagyobb bűnösök abban, hogy ma embereket kitesznek az utcára bírósági eljárás nélkül. Törvényeket szegtek meg, amikor ellátták az okiratot a pecsétjükkel. És nem általottak a mocskok piros-fehér-zöld szalagot tenni ezekre az okiratokra. Aztán ugyanez a közjegyző néhány évvel később elővette a mi okiratunkat, ami ott volt a piros-fehér-zöld szalag, és ez alapján kiállított egy másikat, ami azt mondta ennek a családnak, hogy látok, nincs szükség ebben a társadalomban. Azt mondta ebben az okiratban, a végrehajtási záradékkal, hogy elvesszük a házatokat, elvesszük a nyugdíjatokat, a fizetéseteket, az autótokat. Elveszünk mindeneteket. Mert én vagyok a közjegyző, ezt a titulussal engem nagyon megfizetnek, de ezt is te fizeted egyébként, és én bármit megtehetek. A közjegyzőket már ezerszer feljelentettük. A közjegyzőket már ezerszer bíróságra vittük. Még mindig nem történik semmi. Olyan nagyon nem hiszek abban, hogy Damandala a levelével majd most hanyat homlok rohannak és kártérítést fognak nekünk fizetni, de kényszerítsük ki! Hívjuk meg majd oda Lehmann Györgyöt az áróra és Damandreát is. És mondják el ők is, hogy miért mocskok a közjegyzők. Emlékezzetek vissza, Lehmann Györgyöt eljárás alá vonták az ügyvédi kamarában, mert a közjegyzőknek nem tetszett, hogy ő elmerte mondani, hogy ők is hazaárulók. Ők is a kiposztók részei. Hát akkor én itt most mondom, nyugodtan megkezdhetik az eljárást, hazaárulók és a kiposztás részesei. És mint ilyenek, minimum az, hogy börtönben fognak rohadni. Már nem elég a kártérítésük. Már azt szeretnénk, hogy börtönbe kerüljenek az arroganciájuk miatt, azért, mert nem végezték a feladatukat. Ha egy orvos nyilvánvaló hibát vét, akkor az a minimum, hogy börtönbe csukjuk, hogyha ebből valakinek komoly kára, vagy az életébe kerülne. A közjegyzők ugyanezt tették. Csak ők nem hibát vétettek, hanem nagyon jól tudták, hiszen ők jogászok, hogy amit ott leírtak az okiratba, az törvénytelen. És hogyha így nézzük, mondjuk egy orvos jól tudja, hogy nem ott kellene vágni, ahol vágott és a beteg ebbe belehal, akkor ő mi? Gyilkos! Így van, és a közjegyzők is gyilkosok! És ezzel fogunk majd odavonulni a közjegyzői kamara elé, 3 vagy 4 héten belül, a többi akciótól függ. Mindenképpen szeretnék egyeztetni másokkal is, hogy ők mikorra tervezzenek, hogy lehetőleg ne ütközzünk össze. Augusztus 3-án demonstráció az összefogásért. Egyre több szervezet jelezte, hogy ott szeretne lenni. Olimpiai Park képviselői Óbáház mellett. Mert ezek nem tudnak összefogni. Sőt, lehet, hogy összefognak csak ellenünk. De mi, civilek, pártok, bárki, aki hajlandó kimenni valamiért majd az utcára, az jöjjön ide, és beszéljük meg, hogy mi az a pont, amiért együtt kimegyünk. Együtt mindenkit, mindenki, akit Magyarországon megkárosítottak. Menjünk oda, beszéljük meg, ha ott leszünk sokan, akkor ott maradunk. Ha nem, akkor megbeszéljük, hogy mikor megyünk. Végre koordináljuk ezeket a dolgokat. Fogjuk meg egymás kezét és menjünk ki. Ez lesz augusztus 3-án. És ha nem változik semmi, akkor van egy másik tervem.
Azt mondtam, hogy év végére mindenképpen szeretném befejezni. Januárban írtam egy új évi üdvözletet a bankunknak, hogy több karácsonyt nem szeretnénk együtt tölteni. Elég volt. 20-at terveztünk, eltelt belőle 6, de nekünk elég volt. Elég volt, mert átvertek. De ha valamiért ez a mocskos hatalom mégis arra kényszerít, a magyar parlament arra kényszerít, hogy ezt a karácsonyt is a bankunkkal töltsük, akkor december 24-én 19 órakor ugyanide fogok kijönni. És még jó néhányan közlendvédelmi osztályvezetőnek most jelentem be, jövő héten elküldöm írásban is, hogy akkor 19 órakor ide kijövünk, jelképezve azt, ha nem szabadult meg Magyarország a devizahitelektől, akkor emberek fázni fognak. Most nem éhezni fogunk, hanem fázni. 27-én 19 óráig leszünk itt, hozunk egy hordót, és annál fogunk melegedni. Abban gyújtunk tüzet. Fát kérünk majd tőletek. Igen, Feri hozza a hordót. Remélem eljut ez az ünnep a mocskokhoz. Remélem nem szeretnék, hogy itt ki tudja hányan egy hordó körül töltsük a karácsonyunkat. Lesz egy karácsonyfánk is. És azért 19 óra, hogy előtte, aki ki akar jönni hozzánk, az még megülhesse otthon a karácsonyát. És ezzel fogunk szolidaritást vállalni azokkal, akiknek már nincs karácsonyfájuk, akiknek már nincs otthonuk, akiknek nincs tüzelőjük. Mire kijövünk, és itt töltünk éjjel, nappal, nyilván a hideg miatt enni azért fogunk, és valamilyen módon. És akinek nincs karácsonya, lehet, hogy mind ide jövünk, még ezt is megszervezhetjük. Természetesen nincs akadálya. Szervezés és egy kis pénz kérdése, még az is lehet, hogy itt lesz ételosztás ezen a helyszínen. Minden esetre így jelentjük be, és ha ezt meg tudjuk szervezni, ugye ennek vannak nagyon sokféle hatósági engedélyei is, de ha meg tudjuk csinálni, és ebben partnerek vagytok, akkor megcsináljuk. Itt a házelnök házánál. Én nagyon bízom benne, hogy ő addigra már nem lesz házelnök, vagy ha véletlen az lesz, akkor úgy gondolják, hogy itt lenne az idő tenni a magyar emberekért. Hát így fogunk mi haladni tovább, látjátok, nem fogunk unatkozni, én tudom, hogy nagyon sokan fogtok velünk jönni, rengeteg feladatunk van, de nem hagyjuk, hogy elvegyék az országunkat. És én azt gondolom, zárásként meghallgatjuk a himnuszt, és énekeljük is el, ha véletlenül technikai zűr lenne, akkor folytassuk ugyanazzal, ahogy tettük ezt a pénteki rendezvény után. Köszönöm szépen, a demonstrációt a himnusz után befejezzük. Az a kérésem, akinek még van egy kis ideje majd itt a sátor meg a cuccok lebontásában, segítsen, illetve majd megbeszéljük, hogy ki mit viszel, illetve a csikkeket, azt légy szíves, szedjétek össze, amiket szétdobáltunk, hiszen mi nem barbárok vagyunk, nem olyanok vagyunk, akik szemetelnének a saját országukban, és ha véletlenül ezt megtették, akkor a saját szemetüket eltakarítják. Hát így fogunk eltakarítani benneteket, Kövér László. Sziasztok!